Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Kiválasztotta és ő papjává szentelte őt az Úr. Megnyitotta kincses tárát, és elhalmozta őt kegyelmeivel. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, a mai napon az Anya Szent Egyház Nagy Szent Leó pápára emlékezik, aki egyszerre védte az egyházat a külső támadásokkal szemben, így Attilával szemben, és ugyanakkor pedig a belső támadásokkal szemben is, az eretnekségekkel szemben is. Ezért méltán illette őt az egyház a nagy névvel, Nagy Szent Leó pápára emlékezünk. Ezt a szentmisét egy elhunyt szerzetes nővérért ajánljuk föl, aki a maga módján szintén lelki értelemben nagy volt, szerzetes nővér, Klára nővér, missziós, szociális missziós nővérért ajánljuk fel ezt a szentmisét, itt az Úr magához hívott, és tegnap volt a búcsúztatója. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Mit teszi az embert naggyá, nem a különleges tehetség, adottsága, ereje, hanem az, hogy meg tud nyílni Isten kegyelme előtt. Én értelemben mi is naggyá tudunk válni, akkor is, ha kicsik vagyunk. Készek vagyunk ebbe fogadni ezt a kegyelmet. Jó, nem a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmez! Uram, irgalmazz! Könyörögjünk! Istenünk, Te sohasem engeded meg, hogy a pokol hatalma erőt vegyen egyházadon, amelyet erős apostoli sziklára építettél. Kérünk, add meg egyházadnak, hogy Nagy Szent Leó pápa közbenjárására igazságodban szilárdan megmaradjon, és folytonos békében éljen. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek egységben, Isten mindörökkön örökké. Szent Lecke Szent Pál apostolnak Filemonhoz írt leveléből. Szeretett testvérem, nagy örömmel és vigasztalással töltött el, amit szeretetedről hallottam, mert megnyugvást szereztél a hívek szívének.
Ezért, bár Jézus Krisztusra hivatkozva meg is parancsolhatnám azt, ami amúgy is kötelességed, mégis a szeretet alapján inkább kérlek, én az öreg Pál, aki most Krisztus Jézusért fogságot szenvedek. Fiamért, Onezimusért könyörgök, akinek bilincseimben én adtam életet Krisztusban. Egykor haszontalan volt számodra, most azonban számodra is, számomra is hasznos. Úgy küldöm vissza hozzád, mint saját szívemet. Szerettem volna magam mellett tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem fogságomban, amelyet az evangéliumért viselek. Beleegyezésed nélkül azonban mégsem teszem, hogy jó téteményed ne kényszerből fakadjon, hanem önként vállalt. Talán éppen azért hagyott ott egy időre, hogy egyszer s mindenkorra visszakapjad, de már nem mint szolgát, hanem többet, mint szeretett testvért. Mert nekem teljesen az, de neked még inkább, test szerint is, az Úrban is. Ha tehát együtt érzel velem, fogadd őt úgy, mint engem. Amennyiben pedig megkárosított vagy tartozik valamivel, írd az én terhemre. Én, Pál, saját kezileg írom, én térítem meg. Arról nem is szólok, hogy önmagaddal is nekem tartozol. Bizony így van ez, testvér. Szeretném, ha örömömre szolgálnál az Úrban. Teljesítsd hát szívem vágyát Krisztusban. Ez az Isten igéje. Istennek legyen. A Zsoltár válasz. Boldog az az ember, akinek segítője Jákob Istene. Boldog az az ember, akinek segítője Jákob Istene. Isten igaz marad örökké, az elnyomottaknak igazságot szolgáltat. Az éhezőknek ő ad kenyeret, kiszabadítja az Úr a foglyokat. Boldog az az ember, akinek segítője Jákob Istene. Az Úr megnyitja a vakok szemét, és fölemeli azt, aki elesett. Az Úr szereti az igaz embert, a jövevényt megvédi. Boldog az az ember, akinek segítője Jákob Istene. Az Úr támogatja az árvát és özvegyet, és elpusztítja a gonoszok útját. Az Úr uralkodik örökké, a te Istened, ó Sion, nemzedékről nemzedékre. Boldog az az ember, akinek segítője Jákob Istene. Alleluja! Jézus mondja, én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én ő benne, az bő termést hoz. Alleluja! Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. A farizeusok egyszer megkérdezték Jézustól, hogy mikor jön el az Isten országa. Ő ezt válaszolta. Isten országa nem jön el szembetűnő módon. Nem lehet azt mondani, nézd, itt van vagy amott. Isten országa közöttetek van. Aztán a tanítványokhoz fordult. Jönnek napok, amikor az emberfiának egyetlen napját is szívesen látnátok, de nem látjátok. Mondják majd nektek, nézzétek, itt van vagy amott. Oda ne menjetek és ne higgyétek. Mert ahogy a cikázó villám az ég egyik felétől a másikig villan, úgy jön el azon napon az emberfia is. Előbb azonban sokat kell szenvednie, és megvetésben kell részesülnie ettől a nemzedéktől. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, a mai evangéliumnak is van egy olyan részlet, amit érdemes talán átelmélkednünk, átgondolnunk. Amikor Jézustól megkérdezik, hogy mikor jön el az Isten országa, akkor ő azt válaszolja, hogy Isten országa közöttetek van. Hogy mit jelent az, hogy közöttünk van, vagy hogyan lehet felismerni azt, hogy közöttünk van? Hiszen nagyon sokszor nehézségekkel, problémákkal küzdünk, és nehezen ismerjük fel a jeleit. Talán úgy lehetne
ezt egyszerű képpel megvilágítani, az evangéliumból kiindulva, hogy ahol a szeretet kiárad nehéz körülmények között, és oldja az ott levő feszültséget vagy problémákat, ott van az Isten országa. Egy két példát szeretnék ezzel kapcsolatban mondani. Az egyik pünköst. Amikor az egyház indul, minden bizonytalan, az emberek tétovák, igen, találkoztak a föltámadt Jézussal, de nincs erejük ahhoz, hogy tanúságot tegyenek erről. Nincs közösség. És akkor valami váratlan történik, kiárad a Szentlélek, és azok az emberek, akik eddig meg voltak félemlítve és visszahúzódva éltek, azok a keresztények, azok megszólalnak, és kimennek az utcára, és hirdetik az evangéliumot, és az arcukat átfényesíti a Szentléleknek a tüze. Vagy egy másik ilyen szentjási szakasz, amikor keresztelő Jánost ugye börtönben vetik, és követeket küld Jézushoz, hogy te vagy az, akit várnak, vagy várunk. És akkor Jézus válaszol, és azt mondja, képekkel válaszol rá, hogy idézem, vakok látnak, a sánták járnak, a leprások meggyógyulnak, megtisztulnak, a süketek hallanak, és utána pedig hozzáfűzi, a szegényeknek meghirdetik az evangéliumot. Itt vannak a jelek, csodák történnek, gyógyulások történnek, test és lelki gyógyulások történnek. Itt van jelen az Isten országa. Tehát ahol valami feloldódik, lehet az akár félelem, vagy bizonytalanság, vagy ahol testi-lelki bajok gyógyulnak, ott megvalós az Isten országa, és ez közöttünk történik. És ezt össze lehet kapcsolni a hétköznapi életünkkel is, meg a nap szentjével is. Egy idős beteget látogattam, és ő azt mondta, hogy úgy érzi, hogy később mondta, hogy valahogy a lelke, hogy összeszűkült. Sötéten látja a jelenét, a jövőjét, bizonytalanságban van. És amikor elkezdtünk beszélgetni, és kezdett beszélni Istennek a szeretetéről, akkor ezeket a szavakat mondta, nem hittem abban a szívemben, még ekkora szeretet elfér. Itt van. Csoda. Mindent leszűkítve lát, és akkor egyszer csak beszélni kezd az Istennől, visszaemlékezik a életének az eseményről, és a szíve kitágul, és azt mondja, hogy nem hitte volna, hogy a szívébe ekkora szeretet elfér. Itt valósul meg az Isten ország. És lehet hozni a nap szentjét is, nagy szent Leó pápát, aki hát nagyon nehéz időben volt az egyháznak a vezetője, kívülről támadások érték a birodalmat, illetve az egyházat, Attila seregei, belülről ott voltak az rettegségek. És ő föloldotta a szívében ezt a szorongást, ezt a félelmet azáltal, hogy nagyon mélyen tudott imádkozni. Ezt írja egyik levelében, a hivatal nagyságát és saját gyengeségemet nézem, megrettenek. Itt van a félelem. De nem hátrálok meg, mert bízom abban, aki bennem működik, itt a Szentlélekben. És ezt meg is tapasztalt, és itt valósult meg életében az Istennek az országa. Bennünk is lehetnek szorongások, félelmek, bizonytalanságok, betegségek is talán, lelki, testi bajok. Bízunk abban, hogyha megnyílunk Isten szeretete felé, akkor bennünk is megvalós Isten országa, ami segít, hogy ezeket a problémákat megoldjuk. Testvéreim, áldjuk és magasztaljuk Istent, aki test és lelki adományaival elhalmoz minket. Hogy mindig hálásak legyünk a teremtés és a megváltás gazdag ajándékaiért, kérjük Urunkat, kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy készséges lélekkel fogadjuk a gondviselés minden rendelkezését, kérjük Urunkat, kérünk téged, hallgass meg minket.
hogy Isten és a felebarát szeretete irányítsa gondolatainkat, érzéseinket és cselekedeteinket, kérjük Urunkat, kérünk téged, hallgass meg. Hogy az irigységet és az önzést, a haragot és a gyűlölködést tartsa távol tőlünk, kérjük Urunkat, kérünk téged, hallgass meg. Hogy a munkásoknak munkát, az éhezőknek kenyeret, a szomorúaknak vigaszt, és minden embernek üdvösséget adjon, kérjük Urunkat, kérünk téged. Mennyei Atyánk, ezt a szent misét elhunyt Klára nővérért ajánljuk föl, a szociális missziótársat nővér közösségébe tartozott. Megköszönjük azt, hogy áldozatos életével, a szeretet közvetítésével ottól élt, ahol volt, ahol segített, megvalósította a te országodat közöttünk. Hallgass meg, Urunk! Jóságos mennyei Atyánk, hittel valljuk, örök szereteteddel te irányítod emberi sorsunkat. Add, hogy életünk minden napján hűségesen szolgáljunk neked, aki ezt is uralkodol mindörökkön örökké. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezőségedből kaptuk a kenyeret. Fölajánljuk néked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere. A bor és a víz titka által részesünk annak istenségében, aki kegyessel részese lett emberségünknek. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezőségedből kaptuk a bort. Fölajánljuk néked, mint a szőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala. Mosd, Uram, bűneimet, vétkeimtől tisztíts meg engem. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára. Kérünk, Istenünk, fordíts jóságosan egyházad javára fölajánlott adományainkat, hogy egész nyájad gyarapodjék, és kedvesek legyenek előtted pásztoraink, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, ami Urunk által. Mert megadod egyházadnak, hogy örvendezzék Nagy Szent Leó pápa ünnepén, és erősödjék buzgóságának példája láttán. Ilyen hirdetésével oktatod, és előtted kedves közbejárására óvod, és véded népedet. Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt dicséretet himnuszát zengjük, és vég nélkül mondjuk. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség, Ura Istene, dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban, áldott, aki jön az Úr nevében, hozsanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá a szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan,
mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta a tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a szent élek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Te tökéletes a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, elsősorban Klára nővére gondolunk, akiért ezt a szentmisét felajánljuk, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Sarlos boldogasszonyjal, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, a mai nap szentjével, Nagy Szent Leó pápával, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a szent élekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön-örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Mondjuk el a lelki áldozási imáját azokkal, akik nincsenek jelen. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkem befogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled.
A jó pásztor életét adja a juhaiért. Könyörögjünk, Istenünk, te vezeted egyházadat, amelyet szent lakomádon tápláltál. Kérünk, add, hogy kormányzásod alatt szabadság egyre növekedjék, és a hitet épségben megőrizze Krisztus, ami Urunk által. Még küzdelmeinkhez kérjük Szent Mihály arkangyal segítségét a gonosszal szemben. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig a mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szentmise véget ért, menjetek békével.